Hallottam, hogy itt Kispesten a Karitásznak a vezetőnője, Szigetvári Györgynél Rozika, foglalkozik a országos cigány pasztorációval, és akkor magam nevében, meg a többi cigányokságnak a nevében megköszöntem, hogy milyen rendes, hogy akkor, hogy foglalkozik a cigány ügyekkel, és akkor mondta, hogy Melinda, lenne kedved segíteni? Mondom, hát miben? Talán egy ilyen klubszerűséget hozzunk létre, cigány, nem cigány, vallási, nevelési, kulturális programban gondoltam én, és nekem fontosnak tartottam, hogy a cigány és a nem cigány embereknek hogy egymás kultúráját megismerjük. Ez volt a legfontosabb. A Szabó Ervin könyvtárba is szerveztünk, akkor elmegyünk színházba, akkor voltunk túrázni, kirándulni. Én mondjuk itt nálam szokás fordulatban is, hogy én vendégül látom a vendégeimet, hogyha van valami, amivel meg tudom kínálni. És akkor beszélgetünk, és akkor elmondom akkor, hogy milyen program lesz, és akkor így ez a toborzás tulajdonképpen, hogy akkor, hogy gyere el, érdemes, vagy kaptam most színházjegyeket, és nagyon olcsó. Hallatlanul nyitott így a kultúrára, és hivatásának érzi, hogy terjessze a kultúrát, és hogy másokat is megismertessen azokkal az értékekkel, amelyek az ő számára örömet szereznek. Van neki egy nagyon biztos iránytűje, ami azt hiszem, hogy elsősorban morális. Hogy mindig érzi, hogy mi az, ami emberséges, és mi az, ami nem. És mi az, ami hazug, és mi az, ami őszinte. Hát én hívő ember vagyok, szóval hogy én annyira a szeretetben éltem meg az életem, és ez a maga ez a szeretet, ez annyira le tudta küzdeni a fáradtságokat, meg a gondokkal járó dolgokat, hogy amikor láttam, hogy másokon tudok segíteni, és láttam az arcokat, hogy milyen boldogok, meg örülnek, meg mindent, akkor más, már valahogy eltűnt az a fáradtság. A cigányok és nem cigányok együttélését természetesnek, egymás gazdagítónak érezzük, tapasztaljuk. Célunk, hogy minél több ember megérezze ezt, és a körünkben lévő fiatalok már ebben nőjenek bele. Meggyőződésünk, hogy az előítéletek lebontásának legfőbb eszköze a találkozás és a megismerés. Mindegy nekem, hogy cigány vagy nem cigány, csak azt nézem, hogy milyen ember. Ez Melindának a mondása.